Na madárkám, madárkám, jaj, de vidd el üzenetem. Jaj, de vidd el üzenetem, de jó kedves anyám. Jaj, de börtönbe az úram, de anyám, mit csináljak? Jaj, de mennyi férhöz lányom, de ne vár ki az úrom. Ide kivárom az úrom, de szeretett az engem. De szeretett az engem, de halálom órám. Én a társadalom szemébe, meg aztán mit tudom én kinek a szemébe, el vagyok könyvel, úgy, mint egy veszélyes bűnügy. Holott nem loptam csak két tyúkot, csak most egy példának mondom. Két tyúkot és egy liter bort. És én vagyok a társadalom a bűnöző, és a nagy veszélyes. Aki 2 milliót, meg 5 milliót többek között, mint a Váci börtönparancsnok, elop, kap másfél évet, és plusz minden napot van, és tökölöm a külön zárkája van, meg ez is. Na most kérem, várjál meg külön. Ezek egy idő után. Ez fáj kérem szépen ezeknek az embereknek többek között, nekem is, meg másoknak is, hogy van a felső 10 000, az bármilyen balhét elkövet, kap érte egy évet, csináltam. Velünk egész másképp kellene bánni, mint azokkal az emberekkel, akik még nem kerültek ide. Ami sokkal több kedvességet, szinte cirogatást várnánk, érti? Mert minket már nem szeret senki. Sok embernek szüleje nincs, elhagyja a felesége, elhagyja mindenki itten. Amikor az ember ide bekerül a sárba, tetszik érni, mire célzok, ugye? Kimegy az ember, nincs senki, nincs semmi, unalom, minden. Na most látom a külföldi manust, iszta a kólát a pesgővel, ugye? A legjobb baró ágácsikat ott a nölegeti, minden. Én is szeretném csinálni. Viszont miből? Szobafestő mázoló vagyok, miből? Mit csinálok? Az első manust megcsipem, állon teszem, elveszem a gyűrűit, ezt, azt, melyek én is az éjszakában főszem egy jó árut, ugye? És két napig élek, aztán mit bánom, mit történik? Aki áromnál többet visszaesett, az nem fejbelőni, deportálni, más ország, próbálja meg máshol. Mert itt biztos, hogy nem. Itten én nem adok 5%-nál többet, ami nem jön vissza. Na most az én izénben, mert épületgépész vagyok. Ebben a szakákban elhelyezkedni nem tudok jelenleg. Legjobb esetben elmehetek izének, mit tudom én, hullahordónak, vagy valami hasonlónak, vagy lakatosnak, vagy lapátnak. Hát azért, mert a szakmában nem alkalmaznak. Ehhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. Harmadszor vagyok börtönben. Kimegyek, tetszik tudni, mit csinálnak velem? A tünés régiós, alma, epli, nincs izéflekni, menj a balcsira. Igen, légiós voltam, hazajöttem Afrikából. Légiós volt a véget. Hadseregbe szolgáltam. Vezérkarnál voltam. De nézze, én semmilyen felkelésben nem vettem részt. Hosszú évekre el vagyunk zárva nőtől, szesztől, tánctól, tehát a három dologtól, zenenő, innivalótól, így van. Na most az ember kiszabadul, ugye? Mit követelnek tőlünk elítéltektől? Az azonnal nyomás a melóba, ugye? Bútyizni a nagyvilágba, ugye? Hát nem kérem. 100 évet leültem, legalább 2 hetet élni akarok. Rájöttem arra, hogy nagyon sok ember van ebben az országban, aki nem tudja, hogy miért, és azt sem tudja, hogy miből él. Legfeljebb arra hivatkozhat, hogy mit tudom, hogy én nagyapja 1919-ben végigjárt a Waterloo-i csatát. Kimegyek innen ebben rohadt büdös börtönből, és nekiállok egyből a pártfogóhoz, a tanácshoz, a rendőrséghez, az anyámékhoz ide-oda, a munkáimat intézem, ugye? Nincs időm abszolút semmire. Semmire nincs időm. Semmire nincs időm, ugye? Mert ha már ezt elintézem, akkor mi van? Jön a kecs, jön az erős munka, ugye? Jön a délelőtt, délután, éjszaka, váltóműszak. Ki vagyok fáradva, megint nem érek rá semmire, nincs kedve menni sehova, igaz? Beléptem a Rákócziba. Az élettársammal az egyik srác belecsípett. Azt mondtam neki, öreg, mondom, legközelebb mondom, ne csináld ezt. Menjek ki. Kimentem vele, nem hagytam magam, egyet visszaütöttem neki. Engem bevittek, őt is behozták, őt elengedték, engem letartóztattak, kaptam 1 évet. Amiért másnak azt mondják, legközelebb ne csináljon ilyet. Hát most én kimegyek, kaptam 12 évet. Most én kimegyek, mit gondolok egy csókolom, mit csinálok? Azt csinálom, hogy ezért úgyis, hát ezért meg kell bosszulni. Hát ilyen emberekben többek között, mint én. Mindent ülelestem, anyám meghal, apám meghal, mire kimegyek, minden. Hát rombolok, gyilkolok, aki megyek. Hát más nem teszek. Hát a bosszú. Szilveszter, teljes munkaképességű. Jó napot kívánok! Jó napot!
törni, hogy egy szíveztél egyé tiszteleti rendben munkával való előzőzítása nem. Őrszáva? H.A. 65 mulai. Iskolai végzettsége? 83. Szakképzettsége? Nincs. A neve? Sinti. Nógrádi Attila. Semmilyen számottevő betegségünkről sem tudunk, teljes munkatévességű. Iskolai végzettsége? 8 általános érettség, esti tagozat. És szakképzettsége? Börtönbe könyvés. A könyves munkán kívül mihez ért még? Ért valamihez? Hát azon kívül nem. Nem is dolgozott más, csak könyves munkát? Hát csak börtönben dolgoztam. Szabad életben nem dolgozott? De dolgoztam, 75-ig voltam a Péterfi Sánucsak kórházban, ott én mindenes voltam. A szakmájába pillanatilag nem tudjuk foglalkoztatni. Értem. Nincsen köműves munkahely, úgyhogy egyelőre a szövődébe fog. Nekem rossz a szemem, van szemüvegem is. Több mint 3 dioptriás az egyik szemem, a másik kettő. Kérem szépen, doktor úrnak meghallgatjuk a véleményét. Itt a szemüvegem is másképpen, tehát be se kell kérni, van papírom is róla, tehát... Kérem szépen, személyzeti szakrendelésre nagyon hamar fel fogjuk hozatni, amennyiben rossz is a látás, a megfelelő szemüveggel semmi akadálya, hogy a szövő munkakört ellássa. Hát én úgy érzem, hogy ezt a munkát nem tudom elvégezni a szövőipazatot. Ismeri a szövő munkát? Hát látásból meg hallásból, tehát semmi jó véleményem nincs róla. Hogy van véleménye? Hát idegfeszítő, én idegileg kevégig ki vagy borulva. És az előbb panaszkodott a szemére, most már az idegeire is panaszkodik. Hát előbb ki vagyok, én idegileg borulva minden. Ez a szövés, ez egy könnyű fizikai munka. Ezt odakint női tudom. Munkaerővész. Csak idegesítő. Tehát akkor ezt veszi tudomásul, egyelőre szövőbe megy, ha szükség lesz, szakmunkása, könyves szakmunkása, magát meg fogják keresni, munkáltató, és ha arra alkalmas, akkor oda beteszik. De az azt hiszem természetes, hogy ezt a munkát is, Ati is becsülettel végzi, úgy, hogy azt mi elvárjuk magától, többi társához hasonlóan. Ezzel egyetértünk, nem? Jó, el lehet távozni. A gépet is tessék adagolni az anyagot. Lehet ezt keresztbe is adagolni. Tessék ezeket az árukat levinni, leszállítani. Sokkal intenzívebb munkára képesek börtönön belül, miután valamennyi energiájukat, felgyűlemlő energiájukat a munkába adják ki. Munkájukat törődjenek, ne nézegessenek jobbra-balra,
gyorsabban. Ha tetszik, hanem ezt kell csinálni. Már sokat beszélget, este 10 óra lesz, most nem csinált semmit még. Csinálni kell. Gyerekkorom óta gépekhez vagyok hozzászokva, de ez teljesen egy más kicsit. Nem nekem formálódott ez a gép. Az életben soha nem szeretnék technik szakmába dolgozni. Sem barodában, sem kötödében, sem ilyen, ahol ilyen nőies munkakör van. Hát szeretnék vagy gimnáziumban, vagy volna rám mód és lehetőség tanulni. Már csak azért is, mert ha kimegyek civil életbe, ezt, amit itt tanulok, ezt nem tudom alkalmazni kény. Igen, megszerettem. Könnyű munka. Szabadulok, ugyanezt fogom folytatni varázs. Már is egy gyárban. Aszfaltútépítő vállalatnál dolgoztam Budapesten, az Illatos útnál. Az 1980-as évi termelési értékünk mintegy 900 millió forint. És az idei tervünk pedig megközelíti az 1 milliárd forintos termelési értéket. A mi gazdaságunk 10 000 katasztrális holdas nagyságrendű. A büntetés végrehajtási munkának az alapvető célja az elítéltek tudatformálása, nevelése. Munkáltatásnál kint volt az ember reggeltől estig, mit tudom én, a szabad ég alatt. De az időjárás minden viszontagságának ki volt téve, épp úgy, mint az elítéltek. Igen, mert ők is ki voltak téve, éppen úgy, mint én. Mert ha nekem ott kellett, illetve ők ott voltak, nekem is ott kellett lenni. Tehát nem volt az, hogy most azok kint vannak is, akkor én meg elbújok valami olyan helyre, ahol árnyék van, vagy mit tudom, ez kizárt dolog volt. A büntetés végrehajtási vállalatokra a tervhivatal annak idején elsősorban azokat a munkákat tervezte, amelyik a szabad élet ipari vállalatán a szűk keresztmetszet volt. Az ország mezőgazdasági kötélszükségletének mintegy 80%-át Mária Nostrán készítik el, és ezt elsősorban elítéltek. Szabad ember sajnálja az elítéltet. De csak addig sajnálja, amíg a lányát meg nem erőszakolja. A levéltárcáját ki nem emeli a zsebéből. Be nem tör a lakásába, el nem viszi a nyaraljából a televíziót, és így tovább. De akkor már halált kíván, ami természetesen nem is. A hosszú éveken keresztül arról beszéltünk, hogy a szocialista társadalom fejlődésének folyamatában mind kevesebb lesz a bűnöző. Ez a prognózis nem így jött be. Mintegy 160 ezer futballlabdát gyártunk különböző nyugati cégek számára, olyan híres cégek számára, mint az Adidas, a Derby Star és a Puma. Például a fiatalok azért kerülnek be a börtönbe, mert tényleg szerintem nincsen nekik szabadságuk. Itt például kötelező a meló, meg az is, hogy hát ha nincsenek emberek a börtönbe, ki dolgozna. Eszközeink vannak arra, törvényes eszközeink, hogy az elítéltet munkára szoktassuk, munkára kényszerítsük. Nincs értelme, hogy saját magunkat szúrjunk ki, azért nem dolgozik az ember. Sokszor elég ki vagyok idegileg, de nem tagadnám meg. Egy ember megtagadja a munkát, akkor ide lejön ért a felügyelet, hátra bilincselik és úgy kísérik fel a... És ez szól, hogy egy értelmesebb embernek ez megalázó dolog. Nem dolgozom, nem veszem fel a munkát. Mióta ide jöttem, nem is vettem fel. Azóta fogdám. Addig benne leszek, addig. Nincs értelme már a pénzösszegnek se, meg a munkának se. Szóval a kiszolgáltatás, bekunyászkodás nem bírom is. Ezt az utat választom inkább.
Fogdasz, szóval magánzárka azért benne van a nevibe, hogy egyedül van az ember, és ők úgy gondolják, ugye a börtönőrök, a börtönparancsnokság, hogy az egyedül lét, a magány, az rávezeti a rendre, a börtönházi rendre, hogy végrehajtsa, vagy a munkát elvégezze, amit ő rábíznak. Cigarettázás nincs, könyv nincs bent, szóval semmi nincs bent, csak ő egyedül van bent, meg ami rajta van ruha. Elég hideg van, hűvösek a falak, pláne szóval télen. Amíg büntetés végrehajtási intézet lesz, addig szökési szándék lesz, hiszen azt hiszem, hogy ez az embernek egy nagyon természetes hát megnyilvánulása, hogyha zárva van, akkor szökni próbál. Nagyon veszélyes társadalmellenes magatartás a büntetés elől megszökni. Ezért a büntetés végrehajtási intézetek jó szervezett, technikailag jól biztosított őrzésbiztonsági rendszerekkel vannak körülvéve. Délután bevittünk a körletre egy kis alkoholt, és megszöktünk. Megszöktünk, úgy szöktünk meg, hogy nem is tudtuk, hogy megszöktünk. Már kicsit humoros, de távol eső kukoricásba jöttünk rá arra, hogy tulajdonképpen a börtönterületén kívül vagyunk. És utána, hogyha az ember már innen kikerül, valami úton, módon nem kívánkozik vissza, hogy miért jönne. És úgy lopott rádió volt nálunk, akkor Rákóczi úton ballaktunk, és a rendőrök elmentek mellettünk, végignézték a bakancsunkat, az ingünket, hogy ki van igazítva, nem szóltak semmit. Nem használunk kutyát. Valószínű politikai indokai lehetnek annak, hogy kinológiai technika nem került alkalmazására a magyar büntetés végrehajtásnál. Külföldi tapasztalatokban van ilyen. Hát azért hordok tornacipőt, mert történt egy olyan esetem, hogy csavarogtam, és találkoztam egy mezőre, Dunaharasztiba, és ő igazoltatni akart. Később egy rendőr is oda jött, és hát a rendőr is igazolt, megkapta a papírokat, amire szüksége volt. Ő mondta, hogy jó lenne, ha bemennék a rendőrségre, szeretne utána nézni telefonon keresztül, hogy nincs valami álltam mögött. Én ekkor fogtam magam is, elkezdtem szaladni az erdősáv irányába, és a rendőr kiabált utánam, hogy lőj utána. Hát én annál jobban, minél jobban fenyegetett, annál jobban szaladtam, és hát ekkor arra voltam figyelmes, hogy hatalmas fájdalmat éreztem a jobb lábamba. Az egész lábszáramat találta, sörítes puska, lőszer, 70 darabos, ez a vaddisznó lőszer volt benne, és hát a BON 45 az enyém lett. Fájdalmat még akkori pillanatban nem éreztem, de valahogy maga az ember, aki utánam lőtt, az, hogy mert. Kelt, hol kelt? Sopronban, ugye? Sopronban. Drága feleségem. Drága feleségem. Na mondjad. Hát először a levél bekezdésébe írjuk, hogy levelem a legjobb egészségbe találjon. Levelem a legjobb egészségben. Közben Zolikám gyújtsa is rá, hogyha nem maragszol. Találjon. Jön. Na, közben mondja tovább, nem érek rám. Talán a szabadulásom után már nem is akarsz velem élni. Után nem is akarsz velem élni. Látod, ez előfordulhat. Hát, én benn vagyok, én meg ki. Azt tanácsom, ne sokat papolja. Hát biztos, hát nem lesz az olyan. Sok beszélnek, sok az alja. Lényeget mondja. El se tudnám képzelni nélküled az életem. Drága feleségem. Te ismersz már engem, és nagyon vigyázz, hogy ha kimegyek, úgyis megtalálom. Hisz téged nagyon kamattul, még mindig.
szerető férjed, Pista. Ezt írd benne. Szeretnék én egy kiló cukrot. Igen. Egy kiló paradicsomot. Egy paprikát. Milyen zsilettpengé van? Wilkinson. És egy borotva készleget. Milyen linzer van? Szelítéltek a hozzátartozójuknak. Édességet vásárolnak, amit hazaküldhetnek, mivel két havonként lehet hazaküldeni csomagot. A tél közeletével lehet kapni déli gyümölcsöt, narancsot. Létrehoztuk egy börtön pénzt annak az érdekében, hogy megtanítsuk az elítélteket a pénzükkel gazdálkodni. Nem első bálozó vagyok, Sanyikám. Mondjuk műszak után a sör, az 3,50-nyivel... Ejj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 j
5 éve 5 forint. Kötözködni akart? Aztán számolunk valamit a kajára, mondjuk. Mondjuk, ha én főzök egyszer-egyszer... 85 forint a húskilója, Sanyikám. Úgy számolt. 85. 5 forint. Ne mászkálj annyit, mert nem veszed észre magad. Azt mondja, hogy az 5 a 150. Na kérem, azután még mi van? Mit nők? Nők nem lesznek. Ezt mondjuk úgy kéne megoldani, mint idebe. De már a térről eljön mondjuk 500 él egy tojó. Segítségével maga csomagoltatott lakosztályába. Nincs aztán egy jó nevű az újságokban. Meg... Itt van a kezemen 5 pont, ami annyit jelent, hogy 4 fal között egy rab, ez a Tököli Bévintézetnek a tetoválási jele. Majd van az Egyesült Államoknak a jelzése, ez annyit jelent, hogy hát nem szeretünk Magyarországon én is szeretnénk külföldre távozni. Akkor a CIA amerikai titkos ügynökségnek a jelzése az, hogy rafináltak vagyunk, tudjuk, hogy kell átverni az embereket. Akkor az ördög, az a testördög jelzése. Mit tudnák mutatni? Ez a Pinokio mesealak, itt anyám szintén. Mivel szeretem a mesealakokat, azokat is föltettem. Itt rajtam, a vállam, a sas. Ez egy ősi jelkép, amit a joga alapján csináltam. Szokják mondani a gyerekre, hogy csintalan vagy kamasz. Hát engem úgy mondtak, hogy kis gonosz. Hát azt én megmaradtam ennek. Hát mondom, ha egyszer már így becéztek, hát akkor legyen is neki valami jele is. Hát aztán ez a szó, ez bejárta már nem csak az országot, még külföldet is. A börtönnek a visszatartó hatása döntő módon abban nyilvánul meg, hogy az ember nem oda megy, ahova akar, hanem oda megy, ahova küldik, vagy ahova engedélyt kapott. Vagy például az ember, aki börtönben van, nem akkor kell, amikor akar, és nem akkor fekszik, amikor akar, hanem amikor erre a házi rend lehetőséget biztosít. Nem azt eszik, és azt iszik, amit akar, hanem amit a börtön rendje, étrendje lehetővé tesz.
Tisztelt tanár urat! Tisztelt parancsnokság, nevelési szolgálat! Engedélyt szeretnék kérni, mint végzős nyolcadikos, úgy társaim, mint a magam nevébe, hogy megköszönjem a tanulásadta lehetőségeket. Tanultunk. Úgy érezzük, sikerült megszerezünk az általános műveltség alapjait, mire később építhetünk. Amin keresztül szakmát szerezhetünk, tovább tanulhatunk. Úgy léphetünk vissza majd a szabad életbe, hogy gazdagabbak lettünk. Vétettünk társadalmunk törvényei ellen, vétkeztünk családunkkal és önmagunkkal szemben. Köszönjük, igen, a tudás hatalom! Megvan, de ezért tényleg munkálkodni is kell. És idézem Váci Mihályt, nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, de nem elég akarni, tenni kell. Hát ugye többek között arról is, hát filmezés lesz, televízió, stb. Hát nem tagadjuk mi meg önmagunkat sehol, se tekerők vagyunk, benne vagyunk is maradunk. Azt mondja az egyik, hát szépen hagyom én magam filmezni, hogy az egész televízióban, a híradóban, mindenhol mutogassanak meg is, mert az egész országhoz fogok én szájnézni, aki megy. Itt a T-Boy együttes, és Bonnie Emmy! Tessék kérem rajta! Yeah.
Kérem szépen az első helyezettet bemutatom. Nem, mert összelek már. Nem volt ilyen humánus a bánásmód, és az talán egyértelműbb, könnyebb az emberek számára, az őrök számára, mint a mai. A férfiakkal könnyebb a bánásmód, mint a nőkkel tekintettel arra, hogy mi férfi felügyelet vagyunk, és másként visszajönnek a végrehajtás. Ahogy vesszük, férfiaknál ottan van másabb bánásmód, és hát a bánásmóddal együtt ott fizikailag jobban állnak, itt viszont a nők ez esetleg csak kiabálnak. Az én esetem, mert nagyon sok probléma volt tekintettel, amíg gyerekes anyák is itt voltak, mint elítéltek, bizony azokkal is fárasztó munka volt, addig még megszokta az ember. Levetkőzve majdnem úgy kellett bemenni, hogy le volt vetkőzve az elítélt, ugye szoptatott ez az, úgyhogy meg voltak a nehézségek. Hát mint férfi nő. Teljes idegen, elítélt nő, én meg férfi. Ugye mégis van szégyen is egy kicsit az, hogy levetkőzve ott találja az ember. Vannak itt olyanok, amelynek hiába a szép szó, hiába próbálnak mindenképpen hatni rá az állami támogatástól kezdve mindenféle, mert ő, amióta én itt vagyok, mindig itt van ő is. Tehát 5-6-10-szer is szabadul, mégis visszakívánkozik. Én módszeremmel helyre lehetne rakni őket, de hát azt nem engedi a törvény, mert ezeknek az embereknek csak az kellene, én szerintem. Amelyik 20-25 be van ide csukva, meg mit a letölt 10-15 évet, itten egy-egy büntetés alatt letölt, mit tudom én, 100-120 napot a fegyelmi zárkán, szerintem azt kézzelfoghatóan kéne nevelni. Még megzavarnám a gondolatát, az, hogy vannak olyan elítéltek, hogy nem is tudják levonni a büntetési végrehajtási költségeket, meg van határozva az, hogy na, a saját hibájából nem dolgozik, az az államkasszába be kell hajtani a levont összeget. De sajnos sok van ilyen, akit nem tudunk, mert nincs miből neki levonni. Kalocsán voltam 12 évig férfi fodrász, és utána jöttem át a BB intézethez. Ugye azelőtt polgári személyekkel foglalkoztunk, civil emberekkel, most pedig elítéltekkel. Nagyon megtetszett ez az elítéltek való bánás, és utána őt is elcsaltam, hogy jöjjön-e ő is szintén BB-snek. Munkahelyen a főnök, én vagyok, én vagyok a munkáltató parancsnok, és a nem pedig az ő. Nincs kifejezett főnök, de azért egy kicsit otthon talán úgy van, hogy hát egy picit cserélődik a szerep. Jártam Sopronkődán, Tökölön, Solton, itt Márjon Osztrán vagyok jelenleg, Sándorházán voltam. Magam részéről, ha választani lehetne, hogy melyik börtönbe legyek, melyik börtönbe töltsem le az ítéletemet, a gyűjtőt választanám. Tekintettel arra, hogy a gyűjtőbe egész más a légkör, mások az elítéltek, tekergők jobban összetartanak. Hangulatosabb. Óriási változások voltak, mert mikor én először bekerültem a börtönbe, még kedvezményekről azt lehet mondani, hogy nem lehetett beszélni. Legfeljebb a szabadulás kedvezményéről, hogy megkapom a kedvezményt, azt a harmadot vagy negyedet,
Azt azon kívül jóformán semmi. Szigorúbbak voltak a házak, de bizonyos értelemben őszintébbek. 74-ben, amikor én ide kerültem, akkor még csíkos formaruhában voltak az asszonyok, és magában az nekem legalábbis nagyon olyan rossz érzést váltott ki. Valahogy olyan különlegesen olyan megbélyegezetteknek láttam őket. De most, hogy az új BTK után kaptak, vagy előtte egy ilyen mákos formaruhát, tehát eleve már nem olyan visszataszító magába ez, hogy hát börtönben van az ember. Itt nők vannak, és hát más igény és követelményeket támaszt az ilyen. A fürdés az hetente egyszer van, hát ez kevés. És egyébként hát a tisztálkodás a lehetősége az elég szerény lavorban, zárkában. Ha van meleg víz, az sincs mindig. Hát ez az épület korszerűtlensége, a fűtés korszerűtlensége. A vécék azok a zárkákban vannak, hát ez sem megfelelő. Hát a börtönében nagyon sok minden változott. Az ottani, vagy az előtti lévő fegyelem terén, meg a mostani, az óriási különbség. Hát most sajnos úgy vagyunk vele, az előtt kérem, az megvolt ugye, hogy az elintét ment folyosón, és hát sajnos akkor kért engedélyt, hogy mehessen, mert kért rá engedélyt. Most, hát most abban helyzetben vagyunk, hogy sokszor inkább az ember fölöki, mint hogy kérjön rá engedélyt. Míg egy nevelőre 100-110 fő elítélt jut, annak elég, hogyha csak a napi gondjait, problémáit rendezgeti, és a szükséges foglalkozásokat végre tudja hajtani. Üdvözöljük Önöket az Anyák Iskolája foglalkozásán. Az Anyák Iskoláját fiatal nők számára szerveztük, olyan fiatal nők számára, akik most várják a gyermeküket, vagy ezután fognak gyermeket szülni a jövőben. A sorozat és az előadások és a foglalkozások keretében egészségügyi, orvosi, pedagógiai, családjogi, gyermekgondozási kérdésekről fogunk beszélni Önökkel közösen. Elsőként azt szeretném maguktól megkérdezni, hogy ki az, akinek van mondjuk 2 gyereke, vagy 3 gyereke? És ki az, aki nem szült? Köszönöm szépen. Elég kevesen vannak. A gyermek szempontjából rendkívül nehéz az, hogy Önök itt bent töltik ezt a büntetés időszakát. Nevessetek! Figyeljenek! Ne ezért szégyellem magam, figyeljenek! Csinálj! Mikor teszi tisztába? Szoptatás előtt vagy? Szoptatás előtt és szoptatás után. Előtte. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert anyákkal és a gyerekekkel nincsenek problémáink, a gyerekek ezen kívül szabad állampolgárok, tehát nem kell őrizzük őket. A terheseket gondozó intézeteknek a felügyelete és ellenőrzése szintén az osztály kötelessége, és ezt évente körbejárjuk ezeket az intézeteket meghatározott rendszer szerint, és figyelünk arra, hogy a rendelkezéseinknek érvényt szerezzenek, és a terheseket úgy lássák el, ahogy ezeket megfogalmaztuk. Nem volt hajlandó egyik zárkatársam sem felmenni a felső ágyra. Nekem kellett felmenni, mint veszélyezett terhesnek. És november 17-én, mikor kimentem a doktornőhöz, hát semmi fájdalmam nem volt, csak éppen, hogy
valami kis vérzésnek se lehet nevezni, akármi volt. És azonnal kivittek a STK-ba, mire kiértünk az STK-ba, már nem lehetett segíteni, mert teljesen elöntött a vér. És akkor én úgy éreztem, hogy hogy mindennek a vége, hogy ez nem sikerült. Hát 12 évig vártam erre a gyerekre, hogy meglegyen, és hát ez a sorsnak ez a különös véletlene, hogy pont a börtönbe sikerült megszülni. De hát azt hiszem, hogy ezt 100%-osan a Káplán főorvos úrnak lehet megköszönni, mert amit el lehet képzelni, mindent megtettek 4 hónapos terhes koromtól kezdve. Fenyegető koraszülött volt, ő lett volna a 4. koraszülött gyereken, és most sikerült. Mindenkinek megvan az a lehetőség adva, hogy amikor a 7 hónapos terhességét betölti, akkor terjesztik megszakításra, és akkor hazamehet, és a gyerek 1 éves kora után kell visszajönni a büntetését letölteni. Hát az én esetemben ez nem lett volna egy szerencsés, és inkább én nem mentem haza, mert így végig a gyerekkel lehetek, mire júniusban megyünk. Voltam akasztott ember, ittam már klormeszet, befújtam, 2-szer benyeltem, megoperáltak, és azóta az ereimet vagdosom fel állandóan. Egyszerűen nem bírom elviselni 5 év után ezt a zárt életet. Hát inkább meghalok, mint hogy ezt átlevő 2 évemet letöltsem. Hát, ha nem sikerülnek az elhatározásaim, akkor fogom a kalapom, a kabátom, és búcsút mondok ennek az országnak. A lejárt idegen testeket általában rótból hajlítják, készítik el. Ezen a táblán a kis házi kollekciónkat bemutatnám. Most így első ránézésre látszik, hogy így az idegentest ilyen formában lenyelhetetlen, rendszerint vékony selyempapírba, többszörösen jó erősen összetekerik, így módon egy viszonylag vékony csőszerű képet alakul ki. A gyomorba lejutva semmiféle eszközzel sem lehet már a nyelőcsövön keresztül visszafelé eltávolítani. Ilyenkor már csak a műtéti megoldás marad. Nem vitás, hogy néha valóban elkeseredettség, kilátástalan helyzetben adódó, hát kiúttalanság, ami kiváltja, de tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ezeket nem lehet és nem szabad öngyilkossági kísérletnek minősíteni. Nagyon sok olyan elítélt van, akinek már hát számtalan hasi műtéte, de úgy kell elképzelni, hogy 20 fölött történt. De sajnos az is előfordul, hogy a sorozatos műtétek során egyszer csak valamilyen szövődményben elhal. Ha azt nézzük, hogy önmagukba tesznek kárt, úgy magunk között elmondhatnánk azt, hogy ezek nem érdemlik meg, mert rendszerint nem első eset már, hanem sokadik eset, akiknek már nagyon sokszor elmondtuk, hogy ne játszanak a tűzzel, mert rossz vége lesz. Ennek ellenére mégis csinálják, de minek után ehhez egyrészt az államunk, jogunk biztosítja az egészségügyi ellátásukat, ehhez joga van, ehhez a kezeléshez. Másrészt az elítélt is ember, tehát mindenképpen el kell látnunk. Este van, az égen kigyúltak a csillagok. Úgy fáj, hogy te ott, én meg itt vagyok. Lefekszem, behúnyom a szemem, a párnámon téged keres a kezem. Reggel, ha felkelsz, észre fogod venni, hogy álmaidból már nem maradt semmi. Hogy ott jártam, meg tudod-e könnyen, mert a fejpárnádon ott maradt a könnyem. Nagyon sok olyan problémája van az embernek, amit nem mondhat el még egy nevelőnek sem. Márpedig valahogy ki kell jönni ennek a sok-sok feszültségnek, ami bennünk lakozik. Én verset szoktam írni, tanulok nyelveket. A család hiányát érzem a legfontosabbnak. Aztán hiányzik a társ, hiányzik a szerelem, a szeretet. Egyáltalán hiányzik minden az embernek, amit itt bent nem kap meg.
Gyakorlatilag pótolni lehet majdnem mindent. Lehet pótolni a szerelmet is, átvitt értelembe. Lehet pótolni, de az már nem az igazi. A szeretetet pótolni sajnos nem lehet, társhiánya mindig van az embernek. Aztán van, akinek a társhiányhoz csak egy icipicike kis véletlennek kell hozzájárulnia, társulnia a lehetőséghez. És már is megszületik egy ilyen benti szerelem, amit hát biszexualitásnak hívnak. Hát ezt megkaphatja mindenki, aki erre éhes, vagy aki ebben véletlenül beleesik. Ez annyira nem szándékos, nem is állítom, hogy teljesen véletlen, de nagyon sokszor elkerülhetetlen. Én egy másfajta, szintén megalázó helyzetbe kerültem, és abba is fogok élni, létezni inkább, amíg bent töltöm a büntetésemet. Mert ugye két lehetőség közül kell választani az embernek, akarva akaratlanul, vagy egy partnert keres magának a saját neméből, vagy pedig önkielégítést végez. Én az utóbbit választottam megmagyarázhatatlan okokból. Vannak közöttünk az árkába, akik párban élnek. Azt értem ez alatt, hogy együtt alszanak, egyáltalán megosztják egymással minden jobb falatukat, és munkában is segítenek egymásnak. Majdnem úgy élnek, mint férj és feleség. Hát éjszaka természetesen van, amikor zavarják az embert. Engem is zavarnak például az ilyen párok, de nem szabad odafigyelni rájuk. Hát a mi részünkről úgy volt ez, hogy mi úgy viselkedtünk, hogy mi rajtunk kevés vette észre, hogy mi melegek vagyunk. Tehát mi nappal nem viselkedtünk úgy. Először nagyon meglepődtem, és nagyon taszított is ez a dolog, és nem is tudtam megérteni, hogy ez hogyan lehetséges. Azután hamarosan kiderült az, hogy már volt valamennyi összehasonlítási alapom ezen a téren, hogy a férfiaknál ez sokkal egyszerűbben zajlik. Ők ezt úgy fizikailag végzik, szükséglet, ezzel vége. A nőknél viszont ez erősen érzelmi töltéssel jelentkezik, és itt kezdődnek a igen komoly problémák a nevelők számára is, hiszen a féltékenység, az egymás féltése, és egyáltalán a munkahelyen megnyilvánuló jelenetek, problémák, ezek mind-mind olyan dolgok, amit nagyon nehezen tudunk kivédeni. Tud az őr rólunk, de az is akkor hiszi el, ha ő látja, van egy ilyen náluk, de mi nálunk soha nem volt ilyen probléma. Én kint 16 éves koromban volt egy orvosnő barátnőm, és azóta vagyok homoszexuális. Én bent. Hát ha már a szerelmet nem is kaphatjuk meg itt bent, de legalább módot adhatnának arra, hogy amíg itt bent vagyunk, ne egy állathoz hasonlóan éljük ki az ösztöneinket. Szerintem legalább havonta egyszer fogadhatnánk férfi látogatókat, hozzátartozókat, értek ez alatt, ugye nem az utcáról bárkit. Én valóban szerelmet érzek a Szidi iránt. Én megpróbálom neki azt nyújtani, amit én nem kaptam meg a férjemtől. Tehát azt pótolom, és valahogy úgy viselkedek vele szemben, mint ahogy én elvártam a férjemtől. Nem tehetjük meg azt, hogy elutasítjuk ezt a kérdést, és egyszerűen azt mondjuk, hogy kérem, ez egy természetellenes dolog, és nem fogadjuk el, hiszen börtönviszonylatban inkább természetes az, hogy ez jelentkezik a nők között, mert egyszerűen nem tudják máshogyan lerendezni a problémáikat. És meg kell, hogy értsük őket. A börtönben, homoszexualitásban élő elítéltek igen jelentő százaléka tulajdonképp csak úgynevezett börtön homoszexuális, vagyis szabadulása után teljesen normális szexuális életet folytat. Mit várok egy nőtől? Hát mivel fiús lány vagyok, és a fiú szerepet viszem, attól a nőtől, feleségemtől, vagy hát inkább úgy mondhatnám feleségem, ha szorosabb kapcsolatot szeretnék vele, akkor mint anya legyen szerető, legyen gyerek. Tehát egy szóval mindent adjon meg. Ez a fiú és lány kérdés valójában, mint kint a szabad életben, ugye
a Szidi dolga, hogy mosson, takarítson, az vacsorát, reggelit elkészítse. Tehát ugyanúgy, mint való, hát mint kint. Mos, főz, takarít, és ellátja, hát mondjuk úgy a házi munkát. Avval fogott meg, hogy nagyon gyerekes volt. És én nagyon gyerekmániás vagyok. És olyan kis gyerekes, olyan kis pici. Ma három fiam, egy kislányom van. De én már úgy érzem, hogy én a férjemhez már vissza nem megyek. És én csak ezt az életet folytatom kint is. De nagyon sokszor megkérdezik a Szidiről, hogy hogy tudsz meglenni ezzel a magyar kislányjal, hát ha már barátnőt választottál, akkor mégis a, úgy, hogy ő szavaikkal éljek, a véredből kellett volna választani. Nekem ő nagyon megfelel, de például nem szeretem, hogy cigányul beszél, mert én azt nem értem, legalábbis valami keveset értek belőle. Vaskó elítélt. Tudom, hogy minden rendben van, rendezett családi körülmények közé szabadul, megvan a lakása, munkahelye, szülei, testvérei, gyermekei, felesége, várja, és próbáljon beilleszkedni a társadalomba, hogy többet ne kerüljön vissza a börtönbe. Ez csak mind magán múlik, a lehetőség adva van, hogy rendesen viselkedjen, rendesen dolgozzon, és becsületesen éljen. Tudja, hogy mégis a börtön élet nem olyan jó, mint a szabad életként. Na most a pártfogónak az utasításait minden esetben tartsa be, ha valami probléma van, nyugodtan keresse fel problémájával, és biztos meg fogja adni a segítségét. És azt tudom tanácsolni, hogy viselkedjen rendesen, úgy, mint a többi rendes ember a szabad életben. Mert nem csak önmagát büntetni meg, hanem a családját is. Köszönöm tisztelettel, kérek engedélyt távozni. Eltávozhatom. Jó napot kívánok. Sok évig itt vannak az egyének, és önállóságukból rendkívül sokat veszítenek. Ahogy közeledik a szabadulás ideje, szinte pánikba esnek. Szociális osztályokat keresnek meg az egyének különböző problémákkal, lakás problémával, vagy gyermek problémával. Előfordulnak olyan esetek is, hogy többszöri kísérletezésre semmifajta válasz nem érkezik. Kint már, ha mi nem vagyunk, mint támasz, egyedül marad pontosan az elveszített önállóságát illetően, és újra bekövetkezik a következő pánik, a visszatérés ide, amit viszont szeretnénk elkerülni. Nem mehetek többet haza. Hát a szüleim magas beosztású személyek, és ezért megkívánja az ő erkölcsük, hogy bűnöző gyereket a családból kizárják. Várni várnak csak. Ezek után, a dolgok után, amit elkövettem, meg mögöttem van ez a robot múlt, gondolom elég indulkó szolgálnyelméknek ahhoz, hogy ne otthon kezdjem újra, hanem valahol máshol. Szóval ők megírták nekem, Kerekperec, hogy kapcsolat nem szakad, mert otthon nem lakhatok. Itt van például egy levél. Tessék megmondani a főnevelőnőnek, hogy nagyon várom a segítségét, hétfőn ki fogok menni újra a felvételi irodába, és ha másképp nem tetszik tudni intézkedni, akkor legalább telefonon. Aztán nem tudom, hogy mi lesz, mert hogyha legkésőbb szerdán nem lesz intézkedés, akkor azt a sok gyógyszert beveszem, mert ebből az életből már elegem volt. Jó napot! Hát elérkezett a szabadulás napja. És mennyi időt töltött itt nálam? Egy év, hát hónap. Miért töltött ezt? Lopásért. Lopásért. Először van itt? Nem. Többször? Hányszor volt? Másodszor. Most van másodszor. Igen. És fölkészít a szabadulásra? Igen. Mennyi pénze van körülbelül? 8-9 körül. 8-900 forint körül van? Nem, 9000. Olyasmi. Hát az szép forog. Pénz, az már az lehet kezdeni valami. 12 forintos órabér. 12 forintos órabér. Konfekcióban dolgozik? Igen, anyagmozgató. Anyagmozgató. Jó. Hova szabadul? Budapest. Budapestre. Lakása? Szállóra. Szállodába megy? Melyik szállóba megy? Hát nem tudom, hogy most lesz-e a sörgyárnak, vagy pedig a... Sörgyárú megy dolgozni? A szociálishoz. A posta szociálishoz. Hát neki van szép munkás szállója. Hát nem lesz probléma. Tehát oda megy dolgozni. Igen. El van intézve a munkahelye, rendben van? Igen, minden. Igen. És maga?
A mindjájunk nevében a következő hirdetést tettem föl. Kalocsai lánynevelő intézet, kimondottan csinos, jókondiba lévő 30-tól 50-ig férfi zárka felelősöket keres. Akikre éjjel-nappal számítani lehet. Bárónő, önnek szeretném bejelenteni először, hogy holnap kilépek a szolgálatából. Hogy? Megbántottuk valamivel? Nem. Hát akkor mi történt? A gróf visszahívja a komornyikot. Már megint az a gróf. Az előbb hozzá akartak adni feleségül. Most meg elviszi magát tőlünk. Mondja, többet fizet, mint mi? Jobban szereti, mint minket? Sokkal jobban. Ez nem igaz. Maga titkol előlem valamit. Legyen hozzám őszinte. Látja? Én most is őszinte vagyok magához, és kérem, hogy maradjon itt. Lehetetlen. De hát miért? Hát nem akarja észrevenni, mert szeretem magát. Bocsássa meg, ha reszkető kezemmel megérintém a kis fehér kezét. Bocsássa meg, ha... Ja, meg. Boldog új évet, boldog új évet! Kálesa valamit mondom. Demjén János büntetés végrehajtási alezredes vagyok, a Mária Nosztrai Fegyház és börtön parancsnoka. Másodszor vagyok börtönben. 30 éves leszek, amikor kimegyek. Összesen 4 évet töltöttem el itt a BV intézetben. Tolnai Kálmán ezredes vagyok, a pálhalmai büntetés végrehajtási intézetnek a parancsnoka. A Mária Nosztrai intézet Vörzsöny kerdős közepén van. Gyönyörű egy vidék. Vadban gazdag, és főleg nagy vadban gazdag területek veszik itt körül az intézetet. Vadászom. Az írás az egyik hobbim. Ezen belül szakácskönyvek írása, szerkesztése is.
reggel felmentünk a faluba, hogy veszünk csukot leves főzni, vagy elmentünk, akkor ottan lehittuk magunk.